Vizsgák és betegségek Én már túl vagyok a vizsgákon, de a testvéreim még nem így, nem utazhatunk el. Minden nappal a nyarat pazaroljuk. Eles lett a bizonyítványom, és utalmú kaptam egy gitárt, majdnem akkora, mint a Brunáé. Úgy látszik, a mama bajszos, pszichológus barátja szerint a gitár segít a beszédben. Az zenél is tetszik, de a beszéd nem nagyon. A tanulás Dárió is a politika közti szünetekben a nővérem tanítgat összhangzottanra, a valamennyi ellenállási dalt el tudom már játszani. Nem nehéz, csak a kellő pillanatban és a kellő hang nem men kell úgy csinálni, hogy frun frun. A bátyám szerint van hozzá érzékem, fülem és muzikalitásom, bla, bla, bla. És hogy nagybőgőzni kéne tanulnom, az sokkal komolyabb hangszer. És mit kezdjen a nagybőgővel, mászom föl rá, mértatlankodik apám. Különben is, Kilátott már nőtt nagybőgőzni? A bátyám szerint ez előítélet, ha van jogegyenlőség, akkor hangszeregyenlőségnek is kell lennie. És a nagybőgő remek dolog, és buratitor vegyek órákat, és csináljam komolyan. Nem tudom, olyan sok kedvem volna, hogy komolyan csinálom, és milyen az, amikor komolyan mászkál az ember a nagybőgőn, de ha zenét tanulnék, a bátyám többet beszélgetne velem. Amikor kicsik voltunk, mindig beszélgettünk, rengeteg fura dolgot mesélt, minden emlékszem, senkivel se éreztem olyan jól magam, mint a bátyámmal. Most is jól meg vagyunk, csak alig beszélgetünk. Mégis azt hiszem, hasonlítunk egymásra, talán épp ezért nem tudunk már szót érteni. Lehet, hogy a zene segítene. Esetleg csak zenélnénk, és egyáltalán nem beszélnénk. Na, ez még a jövő zenéje. Egyerően elég a frunfrunozok, bőven elég. Örülnöm kéne, hogy vége az iskolának, eljárt most még rosszabb. Dühít, hogy számjemetéről lábrándoztam, amikor ott is lehetnék. Rettentő sok idő van még addig, amíg befejezik a vizsgáikat. Brunának egy rakás vizsgája van, mert Darioval elhatározták, hogy minél előbb megszerzik a diplomát, és utána politika ide, politika oda, tüstént összeházasodnak. Ha jó milyen gyerekeik lesznek, félig vörösek, félig feketék? Vagy talán, ahogy anyám mondja, átmenet a kettő közt, mint a mostani kormány. Apámnak gőze sincs róla, hogy azonnal össze akarnak házasodni, már azt hiszem tudat alatt sejti, mert ahányszor meglátja a nővérkén nyomban belekezd abba, amit Bruna zavaró repülésnek nevez. nő! Egy ideje elvtársnőnek szólítja, ami Bruna idegeire megy, és ezt apám nagyon is jól tudja. Elvtársnő, kidugnád az orrodat a könyvek közül, a végén még megvakulsz. Elvtársnő, simíts hátra azt a loboncot alatta, akarsz táborozni? A lobonc a nővérem haja, olyan hosszú, sima és sűrű, hogy tanulás közben előre esik és teljesen eltakarja, mint egy függöny. Brunának épp kényelmes apámnak kevésbé. Ertes nő, hagyd egy kicsit azokat anyám nyamvat könyveket, kikényszerít a buzgalomra Karl Marx. Ha nem a könyveket bújja, akkor itt a politika. Ha nincs politika, akkor Dáriózik a francba is, hát így kell élnie valakinek húsz éves korában. Nővérkém általában föl se néz, ám valamelyik este váratlanul széthúzza a függönyt, és apámra emeli többenetesen kék szemét. Feltételezem, ha jól akarnék élni, a női munkáknak kellene szentelnem időm javád, jegyzi meg. Nővérem mindig is mélységes ellenszemvel viseltetett a női munkák iránt, ahogy ő nevezi. Mit ellenszemvel? Anyám szerint egyszerűen allergiás a házi munkára. Miért méltóságon aludni volna, ha néha segítenél itthon? támad apám. Karl Marx forogna a sírjában, az eltársait kitagadnának? Runa nem veszi alapot, ha a vigaszodra szolgál, közli hidegen, megtanultam rántottát és bifszteket sütni. Némi hatásszünet után hanyagul ha hozzáfűzi. És tegnap kivasaltam egy inget Mauríciónak. Ó, szűz anyám, nézi Mauríció, dultan az ingét. Apám is meg van döbbenve. Mi ütött bele? kérdi anyámat. Ki tanította meg vasalni? Anyám vállát vonogatja. Nyilván magánórákat vesz Rózától. Épp most, épp a vizsga időszakban ereszkedik le a női munkákhoz. Kikapcsolódásul, magyarázza anyám, szeretetre Apám gyanakodva pillant rá, aztán Brunát méregeti, aki közben eltűnt a függő mögött. Menjünk a -e sétálni, vagy táncolni, éld a világodat, amíg teheted! Ám ha Bruna sétálni menne, vagy táncolni, netán élné világát, akkor jönne csak a haddelhad, és Bruna tisztában is van vele, amint apám is. Azt viszont legalábbis hivatalosan nem tudja, hogy távol létében Bruna és Dárió minden délután együtt tanul. Hol náluk, hol nálunk, de mindig együtt. Dario építészetet tanul, Bruna modern irodalmat nem számít nekik elég, ha egymás közelében lehetnek. Az asztal két oldalán ülnek, tanulnak, mint a rabszolgák, mint a megbeszekedettek, annyira, hogy a civakodást is fölfüggesztették. A mama sóhajtozik, és azt állítja, pillanatokon belül össze fognak házasodni. A két ember így tanul, akkor pillanatokon belül összeházasodik. Az asztal fölött szorongatják, simogatják egymás kezét, de a könyvről föl se néznek, összedülhet a világ, se venni észre, én is szeretnék így tanulni. Na, itt a két habarodott, jelzi meg Dárió mamája, amikor látja, hogy könyvek, papírok, ceruzák armadájával megrakodva kézen beállítanak. Helyett az egymásba habarodottaknak, takarítja le az asztalt. Mauricio és Tessa is együtt tanulnak, csak hogy ők nem habarodottak, nem fogják egymás kezét, nem is simogatják, verekszenek és kész. Tessa humán gimnáziumban érettségizik, Mauricio reálban, de együtt ismételnek, kikérdezik egymást, és így tovább. Tessa szerint Mauriciónak gőzde sincs a latinról. Mauricio szerint Tessa egy kukkot ért a matematikához őrületes kutyaugatás és kergetőzés közepette, sértegetik egymást, én is szeretnék így tanulni. Ha viszont Tessa nincs itt, Mauricióra rájön a pszichózis. Panaszkodik, hogy fáradt, semmire sem emlékszik, nem jutnak eszébe a szavak, és azok a szemetek, a vizsgabiztosok csúpa lexikális dolgot fognak kérdezni. Mauriciónak a lexikális tudása rögeszméje. Ő viszont semmi ilyesmit nem tud, és nem is akar tudni, tehát a szemetek el fogják vágni, és az életben nem kecmerek ki ebből a szemét gimnáziumból, a szemét lexikális adatok miatt, és így tovább. Ezek után elterül az ágyon, hasán egy macskával, bekapcsolja a lemezjátszót, és üres tekintettel bámulja a falat. Hát ez a pszichózis. Ugyan már pszichózis, ordít apám, rossz a lelkiismerete, az a baja. Egész évben a trombitát nyúzza meg azokat az átkozott zennyeit nyűtte, és most vizsga pszichózisa van. Majd adok én neki pszichózist. Reggelente azonban ő az, aki fél órával korábban kell, hogy véres bifszeket süssen fiacskájának tükörtojással. Ami engem illet mostanában nem igen törődnek velem, sok a dolguk, Jóformán egész nap a kertben vagyok, szegény kis hulladozó milánoi kertecskékben, egészen be van szorítva a házak közé. Csupa por és bűz, a kerítésről letépdesik az emberek a vadszőlőt, és bemámulnak. Hú, oda néz, egy lábatlan szék! A cseresznyefára felfüggesztett láncon lóg egy fonott székünk, abban ülök. Hú, hallod, ez játszó! Hú, néz, két kutya olyanok, mint a leszi! Hú, nézd, mennyi macska! Hú, mama, macska az ott! A két vonatkozik, doromboló fekete szörmókunkra. Bármi történik, ebben a kertben nyomban jönnek a megjegyzések a kerítés felül. mama szerint olyan ez, mint a kórus a görög tragédiákban. Eleinte zavartak kisé, de aztán hozzászoktam. Szóval jó formán egész nap a kertben vagyok, olvasok, frumfrunuzok, játszom a csaholó baóval, meg baócskával, eldomom a megukatva ők meg visszahozzák, kockákat horgolok, nézem a poros fűben hempergő macskákat. Valsoldáról álmodozom a változatosság kedvéért, lógatom az orrom a változatosság, verseket írok, a vk. Meleg van. Szeretem a meleget, csak nem itt. Antónia is a vizsgákra készül, lehet, hogy elvágják, gyakran megesik vele. Azt tettem a fejembe, hogy kisebb rendőrségi érzése van a testvérei miatt, akik mindig átmennek a vizsgákon még hozzá, nem is hogy, meg minden épp ez az egyik oka, amiért szeretem, de ő talán álmába se gyanítja, hogy komplexusai volnának. Nagyon jól érzi magát a világban, s tanulnál saját lányokkal sétafikás. Sőt, nem csak lehet, hanem biztosan így van, én meg itt frunfrunozok, verseket fabrikálok, és arra gondolok, mi ketten már sose fogunk együtt tanulni. Miért nem mész sétálni egy kicsit? Visszatidőnként időnként anyám, de föl se néz az írásból. Sétálni? Hová? Kivel? Egyedül nem szeretek. Andra elutazott már, a dagikkal nem megyek, maradt Baó és Baócska, de úgy ráncigálnak a pórázukon, hogy mindenki rajtam nevet, s egy idő után benhurnak érzem magam, megfájdul a karom és hazajövök. Már meg is jött tél, érdeklődik anyám, és rendületlenül ír, ír. Így jön el az este, és a vacsoránál nem vagyok éhes. Anyám úgy pislog rám a szemüvege mögül, ahogy a pikókat bámolja, ha nem akarnak sikerülni. El kéne vinnem Oliverihoz, jegyezte meg egyik este. Hónapok óta ezt hajtogatja, még szerencse, hogy aztán mindig elfelejti. Elég volt ebből az Oliveriből, kiabál apám. Elég abból a főhantásból, egészen meg akarod hülyíteni ezt a gyereket? Ezek szerint most fél hülyének tart, ez nem szép tőle. De hiszen jeles volt, méltatlankodik anyám. Mindig azt mondja, hogy az iskolai osztályzatok nem számítanak, de ha védeni akar, kész feladni az elveit. Csak az iskolában méltóztatik ébren lennie? Ordítja apám. Itthon alszik, egész nap lazál. aztán este nem eszik. Küljel dolgozni, mindjárt leszét El van kényeztetve, ennyi az egész. Minden gyereked el van kényeztetve. Képtelenek bármilyen hasznos tevékenységre, csak hülyeségekre hajlandók. Aztán persze, hogy pszichológusok van meg egyéb barhaságuk. Dühöttem mered rám. Mire vártok, hívjátok gyors feketét. Gyors fekete a házi orvosunk. Csúf neve még az egyetemi években ragadt rá amikor két előadás között leszaladt az orvoskari büfébe, s futtában kiabálta oda a presszósnak egy gyors feketét, vagyis gyorsan egy kávét. Azóta még senki se szólította a rendes nevén anyám szerint. A számtalan orvos közül, akivel anyám nagy előszeretettel konzultál, gyors fekete az egyetlen, aki tapám elvisel, sőt tisztel. Talán azért, mert ugyanolyan lobbanékony, mint ő, ha megbetegszünk, dübegurul, hogy van képünk betegnek lenni, ez a hülye bekapott egy bacilust, ennek a butalibának mandulagyuladása van. Ha viszont kutya bajunk, akkor az a baja. Mi a francnak hívsz ki minden semmiségért, veszekszik anyámmal, tühötten csapkod a fonendoszkoppal. Egy csomó komoly betegem van, én hülye, meg ide rohanok az ökörségeid miatt. Gyors fekete ökörségnek, apám hóbortnak, oliveri fóbiának nevezi anyám mániáját. Rengeteg fóbiája van klaustrofóbia, agorafóbia, de a legsúlyosabb a patofóbia, ami a betegségektől való félelmet jelenti. Időnként elég sűrűn fejébe vesz, hogy rettenetes halálos és olyan arccal járkál a lakásban, mint aki fél lábbal a sírban van. Az idén volt már néhány infarktusa, a daganata különböző testészein, egy heveny érelmesesedése, egyszer pedig, amikor rózsát meccett és megszúrták egy tövis, azt vette a fejébe, hogy tetanuszmérgezést mérgezést fog kapni, és valóban egy óra múlva tetanuszmérgezéssel mérgezéssel lett az összes tünetei, úgy mint izomgörcs, szájzár, rézus, szardonikus, meg minden, ami lehetséges. Később jött rá, hogy bizonyos tünetek csak a lovaknál fordulnak elő, de izgalmában rosszul olvast el az orvosi lexikont, ezért azokat is észlelte. Gyors fekete a gyerekkora óta ismeri. A többi orvos meghallgatja, aztán rendszerint ad neki egy nyugtató, mond néhány jó szót, mindezt tízezer líráért. Ő meg, mint egy varázsütésre, meggyógyul. Gyors fekete viszont jól megmondja neki a magáét, attól is meggyógyul. Egy csapásra elmúlik minden tünete. Eltűnik a dagana, elpárolok az infarktus, felszívódik a tetanusz, s egy pillanat alatt makkegészséges lesz, és örömében madarat lehet fogadni vele, mert anyám minden szerencsétlenségével és valódi fájdalmával együtt imádja az életet. Azt hiszem, épp ezért fél annyira a haláltól. Senki se hisz majd neked, ha egyszer komolyan megbetegszel, fenyegetőzik apám, meg gyors fekete kórusban. Pokoli kínok közt hagyunk meghalni, meglátod, az lesz a vége. Anyám bűnbánúan pislog, de a szemetitokban nevet sogatkozik, hogy soha többé. Természetesen tudja, hogy megint rájön majd, és ők is tudják, és azzal is tisztában vannak, hogy mindig újra és újra meg fognak érni. Ezért olyan mérgesek aztán. Az egészben az a legszebb, hogy nem csak saját magával patofóbiás, hanem velünk is, és olyan szuggesztívan csinálja, hogy néha sikerül a legellenállóbbakat is megfertőznie. Néhány hónapja például egy este furcsa arccal kezdte nézegetni apám nyakát. – Jól vagy? – foggatta. – Semmit se érzel? – Remekül vagyok, bosszankodott apám. Mit kéne éreznem? – Semmit. Nem tudom, csak mintha, mintha lenne egy daganat a nyakadon, mint egy gombóc itt elől, nem érzed? Apám megtapogatja a nyakát ott elől, aztán újra. Csak ugyan, mondta, mintha gombócot érezne. Persze, ott egy gombóc, de mekkora? Mi lehet az a gombóc? Most, hogy figyelem, kicsit fáj, nehezen is nyelek, ha jobban belegondolok. Semmiség, mondja anyám, de jobb, ha felhívjuk gyors feketét. Gyors fekete meghallgatta a gomboc leírását, aztán kérte, hogy másnap reggel menjenek be hozzá. Biztosan semmiség, de jobb, ha rögtön megnézlek. Így aztán egy álmatlan éjszaka után, folytonosan azt hajtogatva, hogy biztosan semmiség, ám azt gondolva, hogy dohányosok rákja, elmentek gyors feketéhez. A mama kint várt, az idő nem akart múlni. Volt ott egy inga óra, tik-tak, tik-tak. Anyám remekül tudja előadni az izgalmas részeket, nem véletlenül ír folytatásos regényeket, és ő úgy érezte, évszázadok óta várakozik, amikor két perc múlva kijött apám, meg gyors fekete. – Egy csont! – közölte apám furcsa hangon. – Egy csont! A gége fő! ordította gyors fekete és tombolt. Az Ádám csútka! Azt hitted, a férjednek nincs, nincs gége fője, neked talán nincs. Anyám megtapogatja a nyakát, de van. Úrcsa, jegyezte meg, még sose vettem észre. Gyors fekete nem egy könnyen emésztette meg a dolgot. Apám se. Látod, milyen hülyét csinált belőlem? Nincs még egy ilyen hülye a világon. Azért van az egész, mert szeretlek, pengetett anyám érzelmes húrokat. Féltettelek. Az, hogy te hülye vagy, még nem ok rá, hogy belőlem is hülyét csinálj. De boldog volt. Elvárna minden héten egy árrákot, csak hogy meggyőződhessen, mennyire nélkülözhetetlen. Egyébként most este épül, mondta, hogy hívjuk el gyors feketét. Minden hülyeséged miatt ide ráncigálod, de ha igazán szükségük van rá a gyerekeknek, akkor nem hívod. Úgy nézett ránk, mintha hirtelen csontkollekcióvá fogytunk volna. Nem veszed észre, milyen nyúzott gyors feketét, vagy sem. Gyors fekete meg is jelent a színen, Brunát azonnal kiselejtezte a betegek közül. Hessel innen, ne is enged, hogy megvizsgáljálak! – recsent rá. S valóban a tanulás, a politika, meg Dárió szemmel láthatóan jót tesz neki. Életében nem volt ilyen szép és pimasz, majd kicsattan. Maurizio pszichózisát tökörségnek minősítette, egyesek bifszeket mondta, aztán megígérte, hogy a szóbeli napjára ad neki egy különleges, titokzatos csodapérulát, amitől minden eszébe jut majd, az is, amit meg se tanult, még az oldalszámok is. A szemét lexikális adatok is? érdeklődött Maurizio. A legszemetebbek is, írte gyors fekete. Úgy fújod majd, mint a vízfolyás. Nem tudom elképzelni a bátyámat, mint vízfolyást, Egyébként most, hogy a píróla vizsgázik majd helyette, megint James és önöket tart, poémákat gyárt és tesszával lármázik. Nekem is jól jönne egy pirula, nem a vizsgákra, azok nem igen érdekelnek, hanem arra, hogy ne lassítva meg hangfogóval beszéljek, és hogy ne féljek, mit tudom én mitől. Nekem gyors fekete azt mondta, Ohó, barátocskám, mi ez az ökörség a nem ebéssel, meg a lebertséggel? Mi ez a zöldes szín a képe, de Nem szeretem az ilyesmit. Készítsétek össze a cokmakját és úti laput a talpára. Mert Gyors Fekete így beszél. Úti lapút, Aztán hová menjen? kérdezte a mama. Szamme memetébe, válaszolt a Gyors Fekete, aki ismer, mióta a világon vagyok. Szamme kutyabaja se lesz. De a másik kettőnek még vizsgái vannak, jegyezte meg anyám. Mauríciónak nyakán a pszicho, -a, akarom mondani az érettségé, nem hagyhatom itt éppen most. Ki beszél rólad? érdeklődött gyors fekete. Nikolettának kell elutazni, hanem neked. Küld el valamelyik nagynyényével vagy unokatestvérével, van belőlük elég. Nem ülhet mindig a szoknyádon, ne gondolt, hogy pótolhatatlan vagy. Nem, a mama nem mosolygott. Nem gondolom, azt hiszem egész jól megvan nélkülem is. Amikor dolgozom, amúgy se vagyok jó társaság. De mindig jó társaság vagy nekem, szerettem volna mondani. Én nem vagyok meg olyan jól nélküled. Igazán ezt szerettem volna mondani, de számemetébe akartam menni. Így még szóltam. Kivel szeretnél menni? kérdezte anyám. Uf, nem érdekelt, kivel megyek, csak mehessek. Ne huhogj folyton, szólt rám, huhogni könnyű. Aztán rám mosolygott, de úgy, mintha egy szekérderéknyi vidámságnak egy szűkrésen kellene kipréselődnie. Kicsit ideges vagyok, mentegetőzött. Nem csak ideges volt, hanem szomorú, és én tudtam, hogy szomorú, még se tettem érte semmit. Senki se tesz soha semmit. A gyerekek, hát azok valami undorítóak. Majd keresek valakit, közölte vidáman anyám. Hát így történt, holnap utazom, és ilyenkor már szammemetében leszek, a manzárszobámban a peléket figyelem, amint a tetőn ugrándozva köszöntik a holdat, és hallgatom, amint a víz neki-neki csapódik a stégnek. Boldog vagyok, és boldogtalan. Nem mintha sajnálnám itt hagyni a családot, épp az bánt, hogy nem sajnálom. Azt hiszem önző vagyok, nem akarok önző lenni, pedig az vagyok, bizony. Talán apámnak van igaza, ha dolgoznom kellene a megélhetésért. Hát tehetek én róla, hogy nem kell pénzt keresnem? Egy szóval elég szomorú ez az egész. Nem, nem is olyan nagyon szomorú. Csak egy kicsit. Holnap számemetében kutyabajom se lesz.